Rupi! Te! Sziasztok! Föl akartam venni egy videónak az elejét, de Rupi nem hagyja, mert ide költözött az ölembe, most meg épp le akar menni. Na most lemész vagy nem mész, Rupi? Most mi a terv? Sziasztok! Igazából a csirkés cukinis videó elejét szerettem volna felvenni, de ez a kis királyfi úgy döntött, hogy ide telepszik az ölembe, és nem hagyja, hogy felvegyem, de hát ha sikerül. De... Öles. Na mindegy, megpróbálom gyorsan elmondani. Szóval az a lényeg, hogy csináltam egy ilyen tök egyszerű csirkés cukkinis kaja alapot, ami a diéta szigorú szakaszában is fogyasztható. Ennek az a lényege, hogy nincsen benne se olaj, se semmi zsiradék, se semmi nagyon extra intenzív fűszer. Ez egy teljesen egyszerű csirkés kaja alap. Amiért én nagyon szeretem, mert tényleg az első naptól kezdve fogyasztható, nagyon egyszerű elkészíteni, és mégiscsak egy ilyen meleg, normális étkezés feelingje van, úgyhogy eresszétek szabadra a fantáziátokat, fűszerezzétek, szószozzátok, ahogy nektek jól esik. Aki pedig a diétába belevágott és a szigorú szakaszt csinálja, nekik pedig ez egy tök jó mencsvár, amikor valami jó kis meleg kajára vágytok. Rupi, te mit csinálsz itt, kiskutya? Hm? Mit csinálsz itt, bébi? Tényleg? Megszagoltál mindent? Plüskutya. Eddig úgy nézett ki, mint egy vileda, mint egy ilyen felmosorongy, eddig úgy nézett ki, de elvittük az első kutya kozmetikába, és most már ilyen tök kis plüskutya lett belőle. Na most nem fordítom meg a kamerát, de a nagylányom az itt ül a teraszasztalnál, és sírva röhög, hogy anya itt bénázik ezzel a nyomorult videófelvétellel, de... Az röhög, hogy Juli röhög rajta. Ja, nem rajtam röhög, azt mondja, hogy a barátnőjével, akivel online chatben vannak, ő vele röhögnek. Azt mondtam, hogy Vileda. Hát olyan, tényleg úgy nézett ki, mint egy Vileda. Szóval, hogyha Juli feliratkozik a csatornára, akkor innen is puszilom. És tanuljatok, csajok. Rupi, úgy látom, hogy az ölembe elaludt. Na puszi mindenkinek, jöjjön a csirkés cukkini. Thank you.